végig itt volt, hogy lássam ponttól közel. A zajban bújt csendben el. Házhoz jött a kettőnk útja, hívt át a nap nyugtát. Elveszhetsz most benne, az ég a vendégszobát. Bár tudnánk, mit kerestünk, száz elterelt szádállást. A szemeiden át, új csoda a világ, végre megláthattam. Követem az álmon, magasan nőttünk, pont mint a kertben a pacsemeték. A szorít a világ, másszuk meg az évek ágát, a mámor soha se véd. Az út is más lesz, ha mással jár párban a véletlen. Másszunk fel és készüljünk hát a nagy betűs életre. Együtt én meg te. Nélkülem, bárhol jársz gondolatban, az otthonom lettél. Felkeltem és csend lett, megszüktetett a szél. Álmodtál, míg folyogtam. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a házasságkötésre megjelent ifjú párt, szüleiket, tanúikat és minden kedves vendéget. Kedves ifjú pár! Mindannyian keresünk valakit, egy különleges személyt, aki majd megadja azt, ami hiányzik az életünkből. Valakit, aki képes társaságot nyújtani, segítséget, biztonságot, és néha, ha nagyon keressük, megtaláljuk azt, aki képes mindhármat nyújtani. De tapasztalhattuk már, hogy semmi nem érkezik idejében, semmit nem ad az élet akkor, amikor szeretnénk. Azt hisszük, játszik velünk valaki. De egy napon észrevesszük, hogy csodálatos rend és rendszer van mindenben, mint a mesékben. Két ember nem találkozhat egy nappal sem előbb, csak amikor megértek erre a találkozásra. Vannak, akik évekig kutatnak, és a világot bejárva keresik életük párját, és van, akinek elég, ha elmegy az egyetemi napokra. Ekkor figyelmesen körbenézve, megakadt Tamás szeme egy kislányon, akitől útbaigazítást kért. Azóta eltelt 8 mozgalmas év. Így most csak egy pillanatnyi időre, és a toll sercegésére van szükség ahhoz, hogy a házasság hivatalos kötelékét megalkossuk, de egy életnyi szerelem, elkötelezettség, megbocsátás és kompromisszum kell, hogy az maradandó és örök legyen. Hetekkel ezelőtt megjelentetek az anyakönyvi hivatalban, és bejelentettétek, hogy egymással házasságot kívántok kötni. Először a menyasszonynak, majd a vőlegénynek teszem fel a kérdést. Kérem, hogy jól érthetően és határozottan válaszoljatok. Kijelented-e, Orsos Gyöngyi Eszter, hogy az itt jelenlévő Danyluk Tamás vőlegényeddel házasságot kötsz? Igen! Köszönöm. Kijelented-e, Danyluk Tamás, hogy az itt jelenlévő Orsos Gyöngyi Eszter menyasszonyoddal házasságot köt. Igen! Igen! Megállapítom, hogy Danyluk Tamás és Orsos Gyöngyi Eszter előttem és a két tanú előttet egybehangzó kijelentésük alapján a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak.
oda. Köszönöm. Köszönöm. Kedves fiatalok, pár perc óta férj és feleség vagytok. Szeretetetek és összetartozásatok szimbólumaként húzhatjátok egymás ujjára a karikagyűrűket. A gyűrű a végtelenséget is jelenti, nincs kezdete és nincs vége. Egy hosszú életen át őrizzétek ezeket a gyűrűket, ha ránéztek, mindig kapcsolatotok végtelen forrása jusson eszetekbe. Most megkérlek benneteket, hogy húzzátok egymás ujjára, mint férj és feleség. Először a férjet kérem, hogy fogd meg a feleséged gyűrűjét, és húzd az ujjára. Legyen ez a gyűrű biztosíték, hogy életetek végéig szeretni fogjátok egymást, és hűségesek lesztek egymáshoz. Most megkérem a feleséget, hogy fogd meg a férjed gyűrűjét és húzd az ujjára. Kívánom, hogy házasságotok ilyen végtelen legyen, mint ez a két ékszer. Az életünk folyamán vannak nagy találkozások. Ilyen például az, amikor megtaláljuk a másik felünket. Megtaláljuk azt az embert, akivel el tudjuk képzelni a közös életünket. Elönt bennünket az az érzés, hogy szeretnénk vele egyé válni. Mint ahogy a sör és a limonádi összekeveredik egy korsóban, kívánom, hogy a ti életetek is úgy egyesüljön, hogy ott helye már ne legyen többé az én és a te szavaknak. Minél többször mondjátok ki, hogy mi, fogjátok érezni azt, hogy sorsotok már örökké egybefolyt. Most felkérlek benneteket, hogy ennek jelképeként készítsétek el, és kóstoljátok meg házasságotok első közös italát. Kóstoljátok meg. Akkor gyöngyi az első sör. Kedves Gyöngyi, kedves Tamás, kedves házaspár! A mai napon, esküvőtök napján nem csak két ember élete kötődik össze, hanem két családé is. Megjelent vendégeitekkel együtt valamennyien átérezzük az örömötöket és a boldogságotokat. A mai naptól házastársként folytatjátok életeteket, vezéreljen benneteket a legszebb emberi érzés, és higgyétek el, hogy életetek meseszép lesz. A Haóti Közös Önkormányzati Hivatal és a magam nevében gratulálok házasságkötésetekhez. Gratulálok. Köszönöm. Itt lesz a több nyelvi formanyomtatvány, és azt majd az esküvő végén valakinek odaadjuk, jó? Jó. Köszönöm.
Köszönöm. Most pedig régi jó szokáshoz híven egy pohár pezsgővel kosszincsunk az ifjú pár egészségére. E pohár pezsgővel alapozzuk meg a vidámságot, jó kedvet a lakodalomhoz. Egyben kívánunk nektek nagyon boldog, hosszú életet erőben, egészségben. Emelem poharam az ifjú pár és a nász nép egészségére. Gratulálok. Köszönjük. Gratulálok. A mindegyikük egészségére. Csodát, téged, sőt, mert kérlek, szállj!